Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Útfelújítások Tolna megyében, folyamatosan zajlik a munka, több 10 milliárd forint összértékű fejlesztésekre kerül sor. Áthúzta a terveket a járvány, koronavírus gyanú miatt maradt el a szekszárdi közgyűlés. Csomagrendelés külföldről, áfát és vámot is kell fizetni bizonyos esetekben. Disznók az utak mellett, börtönbüntetést is kaphatnak a felelőtlen állattartók. Folyamatosan zajlanak az útfelújítások Tolna megyében, legutóbb Bonyhád térségében adtak át egy 7 kilométeres helyreállított szakaszt. A beruházásra 800 millió forintot költöttek. Már a teljesen felújított aszfalton haladhatnak az autók a Bonyhádot Tevelel és Murgával összekötő úton. A közút munkatársai összesen 7 kilométernyi szakaszt állítottak helyre. A meglévő burkolat több rétegben le lett aszfaltozva, a burkolathibák ki lettek javítva, a sérült részek helyre lettek állítva, a szabványos oldalesésű burkolat lett kialakítva, a korábbi füvesített patkák helyett kőből készült nemes patkák készültek. Ezek mellett beton vízelvezető árkokat alakítottak ki az út mellett, és időtálló jelzések kerültek az aszfaltra. A fejlesztések mintegy 880 millió forintba kerültek. A mostani beruházás mellett Tolna megye 2. számú választókerületében 7 milliárd forint értékben fejeződtek be, vagy fognak hamarosan véget érni hasonló beruházások 37 kilométernyi szakaszt érintve. Ilyen a Bátaszék-Bonyhád összekötő út, aztán a Szálka-Műcsény. Most átadtuk a Bonyhád-Varast-Tevel utat. Elkészült már a Hőgyész-Dombóvár összekötő út, illetve a Majos-Lengyel-Kurd útvonal is. Annak a műszaki átadása még nem történt meg, de gyakorlatilag már az is készen van. Nem csak Bonyhád és Dombóvár térségében újultak meg az utak az elmúlt időszakban. Az atomerőmű építés miatt kiemelt fejlesztési terület lett Tolna megye 3. számú választókerülete is. Így Paks és Tamási környékén mintegy 22 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési program zajlik. Megvalósult tulajdonképpen Paksról az összes kiinduló út, ami nem biztos, hogy teljesen Pakshoz rendelhető, Kömlőttől ugye akkor Madocsa, Bölcske, egész Dunaföldvárig, ugyanúgy Dunaszentgyörgy, Fad, Tolna, Szekszárd, akkor Paks, Németkert, Cece, tehát ezek ugye a legfontosabb. Az útfelújítások a tervek szerint 2022-ben is folytatódnak Tolna megyében. 12.165 új megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.057.017 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 185, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 33.704 főre emelkedett. 6.858 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 680-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.072.000-en kaptak. Tolna megyében 286 új fertőzöttet regisztráltak szerdán, ezzel a járvány kezdete óta 21.856-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Többen megfertőződhettek koronavírussal a szekszárdi képviselőtestület tagjai közül, ezért a november 25-ére kitűzött közgyűlést nem tudták megtartani a tolnai megyeszékhelyen. A hét folyamán ugyanis minden bizottság ülésezett, így valamennyien kontakt személynek számítanak. A polgármester felkérte a képviselőket, hogy végeztessenek PCR-tesztet, és amint biztonságos lesz, megtartják az elmaradt ülést. Ez az üres terem fogadta stábunkat csütörtök reggel a szekszárdi polgármesteri hivatalban, ugyanis a november 25-ére hirdetett közgyűlés elmaradt. Az egyik képviselő szerda este jelezte, hogy koronavírus megbetegedésre utaló tüneteket produkál, így nem tud részt venni a rendes ülésen. Csütörtökön kora reggel pedig egy másik tag is jelezte, hogy hőemelkedése van. Mind a kettő képviselő a hét folyamán részt vett bizottsági üléseken, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a közgyűlésnek szinte valamennyi tagja kontaktszemélynek számíthat. Polgármester úr egyeztetett a frakcióvezetőkkel, és tulajdonképpen abban maradtak, a közgyűlésnek a mostani ülése nem lenne határozatképes, és amint helyreáll a határozatképesség, a lehető legrövidebb időn belül megtartják a közgyűlést.
A polgármester felkérte a képviselőket, hogy végeztessenek magukon PCR-tesztet. Az ügy gyors és hatékony lefolyása érdekében Szekszárd első embere felajánlotta segítségét. A hivatalnak a dolgozóit, mindenkit, aki részt vett a bizottsági üléseken, az ő tesztelésüket valahogyan soron kívül elvégezzék. Jelenleg ennek a szervezése folyik. A csütörtöki ülésen 30 napirendi pontot tárgyalt volna Szekszárd képviselőtestülete. Gyalogost gázolt halálra egy teherautó Pörbőinél szerda este. Hogy pontosan mi történt, egyelőre vizsgálja a rendőrség. Az elütött helyi férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a mentősök gyors segítsége ellenére meghalt. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a főúton félpályás útlezárás volt érvényben. A forgalmat rendőrök irányították. Hét ittas sofőrt is elfogtak a rendőrök mindössze 48 óra alatt Tolna megyében. Ketten közülük balesetet is okoztak. Szekszárdon a Holub utcában egy kocsi villanyoszlopnak ütközött. Az autóban utazó 65 éves férfival megfújatott szonda pozitív értéket mutatott, azonnal elvették a sofőr jogosítványát. Pakson is hasonlóan járt egy 27 éves autós, ő egy kanyarban csúszott meg és csapódott a patkának. Az őszi betakarítási és vetési munkák lényegében befejeződtek Magyarországon, közölte az Agrárminisztérium. A mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár szerint az őszi eredményeket jelentős mértékben befolyásolta az augusztus-szeptemberi időszakban jelentkező aszály, amely elsősorban a kukorica termés kiesését okozta. A többi nagy területen termesztett őszi betakarítású növényfajnál a károk mérsékeltebbek. Feldman Zsolt elmondta, az 1 millió hektáron vetett kukoricából 6 millió tonnát takarítottak be. A hektáronkénti 6 tonnás hozam az elmúlt 5 év átlagánál 26%-kal kevesebb. A betakarított mennyiség 65-70%-a az elmúlt évek termésének, de a belföldi igények kielégítésére elegendő. Az államtitkár összegzése szerint a nehézségek ellenére az idei betakarítási és vetési munkák sikeresek, az ország ellátása biztosította 2022 évi termés megérkezéséig. Kisiskolások avatták fel az újonnan megnyíló korcsolyapályát Kalocsán. A létesítmény felállításával a kalocsaiak egy régi vágya valósult meg, amit november 25-től két hónapig használhatnak ki a mozogni vágyók. Diákok avatták fel a városi korcsolya pályát Kalocsán, ahol november 25-től már helyben is csúszhatnak a sporták kedvelői. A Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ szervezésében felállított pályát a délelőtti órákban adták át, amit rövid bemelegítést követően már birtokba is vehettek a kisiskolások. Nagyon jól érzem magam, szerintem jó döntés volt, hogy megcsináltatták ezt a pályát, mert most megyek először ilyen pályán, de nagyon tetszik. A korcsolya pálya már régi álma volt a kalocsai lakosoknak, amit az idén sikerült megvalósítani. A délelőtti órákban az iskolások használhatják, délután 3 órától este 7 óráig pedig minden mozogni kívánó előtt nyitva áll. A polgármester úr azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy soha nem volt még Kalocsán korcsolya pálya, és a kalocsaiak mindig Kiskörösre vagy környező településekre viszik a családjaikat, hogy ennek a sportnak és ennek a kikapcsolódási formának teret tudjanak adni. Így aztán azt a célt tűztük ki, hogy a sok kulturális program mellé mindenképpen szeretnénk, hogyha lenne egy korcsolya pálya. Úgyhogy ezt a korcsolya pályát felállítottuk, ilyen gyönyörű hangulatban, ilyen romantikus környezetben, szép fényekkel. Nem csak a gyerekek, de az idősebb korosztály is örült a kezdeményezésnek, amelynek több pozitív oldala is van, mind a fiatalabb, mind az idősebb korosztály számára. Én nagyon szuper ötletnek találom ezt az egészet, főleg ugye a gyerekek szempontjából, nagyon hasznos dolog. Így legalább egy kicsit tudnak ismerkedni a dologgal, hogyha nem is ugye 100%-osan elsajátítani ezt az egészet, de egy nagyon jó nyitás szerintem. A tervek szerint az iskolások rendszeresen fogják használni a pályát a testnevelés órák keretében, aminek köszönhetően a mozgás mellett élményekkel is gyarapodnak. Nagyon-nagyon jó ötletnek találom, hiszen sok gyerkőcnek még nem is volt alkalma kipróbálni a korcsolyázást, és most legalább lesz lehetőségük. Biztosan, hogy fogjuk használni, és ki fogunk jönni tesi órákon is. A korcsolya pálya november 25-től két hónapig áll a mozogni kívánok rendelkezésére a hét minden napján. November 25-e a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások emléknapja Magyarországon.
1953-ban ezen a napon 1500 politikai elítélt érkezett haza a Szovjetunióból, hírmondóként a mindegy 800 ezer magyar közül, akiket 1944 őszétől hadifogolyként vagy internáltként több éves kényszermunkára hurcoltak, illetve akiket a II. Világháborút követően a Gulág rabtelepeire, valamint Málenki robotra száműztek. Karácsony közelettével megemelkedett az online vásárlások száma, ilyenkor a vámosoknak is több a dolguk. Ugyanis július 1-től megszűnt az Európai Unión kívülről érkezett csomagok áfamentessége, és a vámhatár is csökkent. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint ezért érdemes körültekintően vásárolni. Hamarosan itt a karácsony, az ajándékokat is lassan be kell szerezni. Az elmúlt években nagyon fellendült Magyarországon az elkereskedelem. Szinte már nincs olyan ember, aki még soha ne rendelt volna az internetről. Rendeltem már külföldről amúgy, és csak jó tapasztalataim voltak. Egy másik járókelő úgy nyilatkozott, több mindent megtapasztalt már az online vásárlás terén. Van, amikor teljesen zökkenőmentesen megy minden, de van, amikor nem érkezik meg, elmarad a rendelés, tehát attól függ, honnan rendelünk. A magyarországi online vásárlók már csaknem kétharmada belföldről és külföldről is egyaránt vásárol. Az ünnepek alatt sokkal többen rendelnek, ezért érdemes már most az ajándékok után nézni, hogy mindegyik a fa alatt lehessen. Azonban több minden van, amiről nem szabad megfeledkezni. Július 1-től az Európai Unión kívülről történő vásárlások, rendelések esetében mindig be kell nyújtani a vámárú nyilatkozatot, és megszűnt már a 22 eurós áfamentes értékhatár, tehát ez azt jelenti, hogy minden egyes Európai Unión kívülről érkező vásárlás áru esetében áfát kell fizetni, ennek a mértéke 27%, illetve 150 euró értékhatár felett pedig vámot is kell fizetnünk. Ha meghaladja a rendelt termék ára a 150 eurót, vagyis a körülbelül 55 ezer forintot, akkor minden esetben vámárú nyilatkozatot kell kitölteni a vásárlónak, de ebben segítségre lehet a futárszolgálat vagy a posta is. Megadhatjuk a postának a meghatalmazást arra, hogy a vámkezelést elvégezze, és ez azt jelenti, hogy ők fogják kitölteni helyettünk bizonyos szolgáltatási díjért fejében a vámárú nyilatkozatot, és elvégzik az egész vámkezelést, tehát nem kell tennünk semmit. Amikor a postán átvesszük majd a terméket, akkor kifizetjük az ellenértéket, a postai szolgáltatási díjat is, és a vámot, illetve hogyha az áfát, illetve hogyha kell, akkor a vámot is. Az elkereskedelemben bevezetett könnyítésekről és az Európai Unión kívülről történő internetes vásárláshoz kapcsolódó szabályokról a NAV honlapján bővebb tájékoztatót is találnak. Idén mintegy 8 millió darab csokoládét és 3500 tonna szaloncukrot visznek haza a magyarok a boltokból karácsonyra, így számolnak a gyártók. A teljes decemberi forgalom elérheti az 50 milliárd forintot. Intődi Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára azt mondja, az elmúlt években a minőség irányába terelődött a forgalom, sokan inkább kevesebb, de jobb desszertet választanak a karácsonyi időszakban. Egy felmérés szerint a magyarok többsége még mindig a zselés szaloncukor mellett teszi le a voksát. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy elszökött haszonállatokat, például disznókat látnak a közlekedők az utak mentén. Az ilyen esetek nagyon könnyen végződhetnek balesettel, mert a jószágok bármikor kiléphetnek az autók elé. Ezért a felelőtlen gazdák bűncselekményt követnek el. Nemrégen egy ilyen ügy miatt rendőrségi eljárás is indult. 5 disznó kóborolt napokon keresztül a hatos út mellett Bonyhád térségében még novemberben. Az állatok veszélyeztették a közlekedőket. A házi sertések szökéséből végül rendőrségi ügy lett. A gazda szabályszegést követel, és vele szemben közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást lehet indítani. Ez történt a hatos úton kóborló malacok gazdájával szemben is. Vagyis a felelőtlen gazda alapesetben pénzbírsággal sújtható, de ha kiderül, hogy a disznókat rossz körülmények között tartotta, akkor állatkínzásért is felelnie kell, amiért már börtön is járhat. Amúgy ilyenkor mi van? Jócskán meglepődött a sofőr, ez hallható ezen az amatőr videón. A disznó Bonyhád belvárosában sétált, a kocsinak meg kellett állnia, hogy az állatot átengedje az úton. Tolna megyében egyre több a hasonló eset. Az egyik Facebook csoportban kifejezetten gyűjtik az olyan fotókat, amiken elkoborolt az utakat rovó házi állatok láthatóak. A rendőrség szóvivője szerint, ha ilyen esetet lát valaki, azonnal bejelentést kell tenni. Olyan esetben, amikor az utcán kóborló állatot, akár kutyát, akár ugye volt olyan eset is, amikor disznót látnak az utcákon,
akkor azonnal bejelentést kell tenni a helyileg illetékes önkormányzathoz, és ebben az esetben ők tudnak eljárni. Vagyis belterületen az adott önkormányzatot kell értesíteni, lakott területen kívül pedig a rendőrséget, ha az út mentén kóborló háziállatot lát valaki. Ha egyébként egy ilyen eset miatt személyi sérüléssel vagy tragédiával végződő baleset következik be, akkor a felelőtlen állattartó akár letöltendő börtönbüntetést is kaphat. Regionális híreink következnek. Fejlesztési tervek, elképzelések, a Baranyai Iparkamara javaslatcsomagja. Babafészkek Kaposváron, a koraszülötteket segítette az alapítvány. A hiszékenység vámszedője, Pécsen és Szekszárdon is sikeres volt a csaló. Hogyan indulhat el Baranya megye a gazdasági fejlődés útján? Mi lesz a válság után, milyen fejlesztéspolitikát kellene követni, mik a helyi iparkamara javaslatai? Ezekről írt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a Gazdasági Önkormányzat blogjában. Válság után, válságban. Javaslatok, célrendszerek. Ezzel a címmel tett fejlesztéspolitikai javaslatokat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Rabszabolcs a Gazdasági Önkormányzat honlapján tette közzé elképzeléseiket. Azt mondja, várják már, hogy a kormányzati fejlesztési biztos benyújtsa a Dél-Dunántúra vonatkozó gazdaságfejlesztési terveket, ami elindíthatja a fejlődést a régióban. Nagyon várjuk, hogy a kormány elé kerüljön végre a kiválasztott régiók kormánybiztossági anyaga. Amennyire mi ismerjük, a Dél-Dunántúli az egy kifejezetten jó anyag. Az kell ahhoz, hogy Debrecen az elmúlt 5 évben 17-szer annyi forrást kapott, mint Dél-Dunántúl. Tehát ez a Dél-Dunántúli fejlesztési stratégia, fejlesztési anyag kell ahhoz, hogy ez a trend, ez nem Debrecen kárára, hanem Baranya, Somogy és Tolna javára egy picit megváltozzon. Jelenleg Baranya a megyék rangsorában az utolsó között van a gazdasági teljesítmények alapján. Ezen változtathatna a fejlesztések megindítása. Rabszabolcs azt mondja, vannak saját fejlesztés szolgáló javaslataik is. Ilyenek például a bürokrácia csökkentés az adminisztrációban, a fekete gazdaságnak a visszaszorítása. Humán erőforrásban mi továbbra is kiállunk amellett, hogy a középfokú szakképzésben kell a megyékbe érkező forrásokat elképesztő módon megemelni. Milyen jó lenne, hogyha az egyetemi fejlesztések mellett létrejönne egy olyan szakképzési centrum, ami egy modern épületben, uszodával, sportlehetőségekkel, fél laborokkal és a vállalkozóknak egy ipari parkjának a közelségében működik. Így a középiskolásoknak sokkal vonzóbb lenne a szakmatanulás, hiszen naponta találkozhatnának a laborokban, cégek irodáiban a legújabb technológiákkal. A főtitkár kiemelte azt is, hogy a helyi felsőoktatási kínálatot úgy kell alakítani, hogy az kiszolgálja a helyi gazdaság igényeit. A koraszülött ellátásban használatos csomagokat kapott a Kaposvári Kórház, az Alapítvány az Alapítványokért elnevezésű szervezettől. A kezdeményezést olimpikon úszó is támogatta, aki ő maga is koraszülött volt. Babafészkek, plüss ölelőkezek, ultrahangozható sapkák, babatámasztók is vannak azokban a csomagokban, amelyeket a Kaposvári Kórház koraszülött babái kaptak. Ők azok, akik életük első időszakában nem édesanyjuk mellett, hanem egy inkubátorban fekszenek, és orvosok, nővérek gondoskodnak róluk. A mai napon átnyújtott adományunk összértéke közel 1 millió 900 ezer forint, amire az anyagi forrást közösségi összefogással gyűjtöttünk össze. A sokszoros bajnok úszó olimpikon Verrasztó Evelin is segítette a kezdeményezést. Az úszó figurás textil azt jelzi a szülőknek, egy koraszülött baba is lehet boldog, egészséges felnőtt, akár élsportoló is. Ez nem egy titkolt dolog, hogy én is koraszülött vagyok, hogy mindenképpen ezért szerettünk volna a program mellé állni és támogatni ezt a dolgot. Ma Magyarországon nagyjából minden tizedik családot érinti a babák korai érkezése. A jó hiszeműségére fizetett rá az a férfi, akit egy csaló tévesztett meg a pécsi belvárosban idén áprilisban. Az ügyben most emelt vádat az ügyészség. A csalónak háromszor is sikerült elhitetnie, hogy csak átmenetileg kell neki az áldozat pénze, azt hamarosan visszafizeti. Azonban a vádlott nem először próbálkozott így. Szekszárdon több milliót csalt ki egy nőtől, szintén félrevezetéssel.
Egy parkolóban a pécsi belvárosban szólította le áldozatát az a csaló, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. Kifogyott az autójából a benzin, ezért szeretne kölcsönkérni 10 000 forintot. Ezzel ment oda a 71 éves férfihez ez év áprilisában, ismertette az esetet az ügyészség szóvivője. Személyes adatait is megadta, hogy elnyerje az áldozat bizalmát, de ebben is hazudott. A sértett azonban hitt neki. A csaló pedig azt látta, hogy van még pénz a férfi tárcájában, amit meg lehetne szerezni. Ezért azt mondta ezt követően, hogy az unokája közelmúltban meghalt, és a temetésre további pénzre lenne szüksége. Megállapodtak, hogy 60 000 forint kölcsönt fog adni neki a sértett, és ezt a későbbiekben visszafizeti részére. Ezt követően a sértett a gépkocsijába beült, és elindult egy baranyai városba, ahol lakott. Menet közben azonban a vádot ismételten felhívta, ugyanis látta azt, hogy itt még további pénzt tud tőle kicsalni. Harmadszor azzal a mesével állt elő, hogy 10 milliós hitelt kap, de kellene az ügyvédi díjra 60 000 forint. Az áldozat ekkor is hitt neki, visszafordult, és újabb 60 000-et adott át, amikor találkoztak. Megállapodtak, hogy telefonon hívja a kölcsön visszafizetésével kapcsolatban a csaló. Másnap csörgött is a készülék, azonban újabb összegeket akart kérni a férfi. Ekkor fogott gyanút a sértett, és értesítette a rendőrséget, akik várták a megbeszélt helyen, és letartóztatták. A 75-ös születésű elkövető éppen előtte kapott felfüggesztett büntetést, szintén csalás miatt. Akkor Szekszárdon tévesztett meg egy idős nőt. Ott az volt úgymond az ürügy, hogy a feleségének amputálták a lábát, először az egyik lábát, majd a másikat, később meg is halt a feleség, és összesen ott mintegy 5 millió forintot sikerült a sértettől kicsalnia. Alapesetben 2 év börtönbüntetésre számíthatna a kis vejkei illetőségű csaló, de a felfüggesztett büntetést is figyelembe veszik, ezért letöltendő börtönbüntetést kér a vádhatóság a férfira. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Útfelújítások Tolna megyében folyamatosan zajlik a munka, több 10 milliárd forint összértékű fejlesztésekre kerül sor. Áthúzta a terveket a járvány, koronavírus gyanú miatt maradt el a szekszárdi közgyűlés. Csomagrendelés külföldről, áfát és vámot is kell fizetni bizonyos esetekben. Disznók az utak mellett, börtönbüntetést is kaphatnak a felelőtlen állattartók. Pénteken egy mediterrán ciklon határozza meg időjárásunkat, borult lesz az ég és délnyugat felől egyre több felé ered el, és hullik jelentősebb mennyiségű eső. Többnyire mérsékelt, helyenként élénk lesz a légmozgás. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!